This is my world and this is my close-up. Robin van Persie, a jelenlegi csapat egyik legnagyobb sztárja, RVP, ahogy sokan ismerik, az egész világon jól csengő nevek közül való. Egyedülálló tehetséggel büszkélkedhet, technika és elhivatottság jellemzés. Van Persie az egész Premier League egyik legjobb befejező embere. 2004 óta futballozik az Arsenalnál, így már a régi bútordarabok közé tartozik Észak-Londonban. De az ő története a híres holland városból, Rotterdamból indult. Ott ismerkedett meg a futballal, körülbelül akkor, amikor járni kezdett. Amikor elkezdtem járni, lehettem úgy másfél vagy két éves. Már akkor is minden gondolatom a labdák körül forgott. Lehetett az teniszlabda, pingponglabda, lufi, focilabda, minden méretben. De miután elkezdtem focizni az utcán, amikor 4-5 éves lehettem, bárhová is mentem, minden percet a labdával töltöttem. Egyszerűen imádtam focizni. Vásárolni is labdával a kezemben jártam. Vittem magammal mindenhová, és ez így volt minden áldott nap. Az iskolába is labdával mentem, másnak könyvei voltak a táskában, nekem pedig a labda. Ez kicsit őrűségnek tűnik így visszagondolva, de nekem ez volt az életem. És most is ez az, egyszerűen imádom. Rotterdam egy futballőrült város, és itt az utcákon tanulta meg RVP a sportág alapjait. A nézők által is látogatott futballmeccsen a győztes mindent vitt, a vesztesnek a várakozás jutott. Több mint egy órát is várattál az újabb meccsre a csapatot vesztett, ha kiestél. Néha várni kellett. Ilyenkor hazaugorattál megebédelni, vagy meginni egy üdítőt, aztán visszajöttél és egy óra múlva játszhattál. Sűrű volt a mezőny, előfordult, hogy 20 csapat várt a lehetőségre, és olyan volt, mintha egy stadionnyi ember figyelne minket. Ez volt 8-9 éves koromban. Ez egy különleges időszak volt. A művész családból származó Robin nem otthonról hozta magával a futball szeretetet, hiszen családját nem ragadta magával az a rajongás, amely az ország nagyobbik részét igen. A hollandok híresen rajonganak a válogatottjukért, és futballstílusuk az egész világon közkedvelt. Hollandiában azt mondjuk, hogy ha nem is a legfontosabb, de a második legfontosabb dolog az életben a futball. Ez egészen különleges. A foci rengeteget ad az embereknek, szeretetet, szórakozást, néha sírást, egy szóval abszolút mindent. Ez megmutatja az egész világnak, hogy a futball tényleg egy különleges sport. Már fiatal játékosként megfertőződött Van Persie a futballtól, és ifistaként az Excelsiornál kezdett. Ott szembesült azzal, hogy mi kell a csúcsra jutáshoz. Nem én voltam az egyetlen, aki eljuthatott volna a legmagasabb szintre. Volt több srác, aki igazán jó volt fiatal korában, és mindenki azt mondta rájuk, hogy na, ezek megcsinálják. Végül nekik nem, nekem viszont sikerült. Hogyha visszatekintek, akkor azt mondom, hogy a futball szeretet segített. Mert amikor 16, 17, 18 évesek voltunk, többen jártak bulizni, csajozni, ezt tudtuk. Én viszont nem voltam ilyen, nem ezek a dolgok érdekeltek. Én felvettem az edzésszerelést és vittem a labdát. És a legfontosabb időszak bizony a 16 és 18 év közötti, ugyanis itt mutathatod meg, hogy mit tudsz, és mindenki itt láthatja, hogy lesz-e belőled valami. És a legtöbb játékos tényleg ebben az időszakban morzsolódik le. A város másik felébe, a Feyenoordhoz távozva, Van Persie megmutathatta, hogy milyen lehetőségek vannak benne, és 18 évesen be is mutatkozott a felnőtt csapatban. Elég furcsa, hogy a gyerek 5 éves kortól már elfoglalt. Én viszont azóta futballozom. Amikor iskolába mentem, két táska volt nálam, ugyanis én utána mindig mentem edzésre. És elég érdekes volt, hogy aznap, amikor tudtad, hogy később futballozol, egész végig ez járt a fejedben. Ezzel keltél, ezzel feküdtél,
all these days of carrying. Rengeteg meccset játszottunk, ahol az volt a cél, hogy mindenkinek megmutass, tényleg elég jó vagy. So many games you've played, and then this is the moment where. Szóval ez egy vicces szituáció volt, de én szerettem, nem izgultam. Nagyon jó volt ott lenni. I just loved it. I just wasn't scared. I just loved being there. I was like, for me, it was almost like it's my time. Robin tehetsége már fiatal korában feltűnt, és a Feyenoordnál hamar letette a névjegyét, de nem mindenki örült a sikereinek. The first reaction of you. Az első emberi reakció, hogy örülnek a sikereidnek. Később azonban ez kicsit változik, ugyanis az emberek elgondolkodnak. Hé, ez a játékos az én fizetésemmel, az én nyugdíjammal játszik, és emiatt irigyek lesznek. De amikor 18 éves vagy, hogy gondolhatnál erre? Honnan tudnád, hogy működnek ezek a dolgok? Hogy gondolnál rossz emberekre, amikor még csak 18 vagy? Ez egy üzenet számomra, hogy igen, az életnek két oldala van, egy pozitív és egy negatív. De mindkettővel tudni kell együtt élni. A positive one and a negative one, and deal with both. A Feyenoord feltörekvő sztárjaként Van Persie karrierje aztán 21 évesen egy kissé gödörbe került, amikor a hírek szerint összeveszett vezetőedzőjével Bert van Marwijkkal. A fiatalember nem sokára az Arsenalhoz került, nem túl magas összegért. I was so young and maybe by that. Nagyon fiatal voltam, és abban az időben talán túlságosan is ambíciózus. És akkor arra gondoltam, amikor a vezetőedző a kispadra száműzött, hogy nem akarom feladni az álmaimat, a vágyaimat, de mindezek nem fognak létrejönni. Szóval tényleg túlságosan ambíciózus voltam és aggódtam. Akkor még én is más voltam, fiatal, türelmetlen, néha rossz döntéseket hoztam. De kész voltam hosszú időre elkötelezni magam. Amikor ez nem jött össze, egy évvel később úgy éreztem, hogy tovább kell lépnem, és elérkezett az idő, hogy távozzak. Akkoriban általában csak szélsőként vagy visszavont centerként játszattak, de én szerettem volna tovább lépni, és igazi befejező csatárposzton futballozni. After everything was agreed, of course. And, aztán beszéltem Arsène Wengerrel, gyorsan megállapodtunk mindenről, és ő azt mondta, hogy csatárként számolna velem. Nem szélsőként, csatárként. Ez pedig számomra egy álommal ért fel. Ha a menedzser bízik benned abban a pozícióban, ahol szeretsz játszani, akkor az egy válasz számodra, hogy itt kell futballozna. That was for me the answer for everything. And I knew by that time that it was time to move on. És a váltás meg.